Tokaj hegy alján kaptak szőlőföldeket Lázár János gyerekei. A két fiú nevén majdnem másfél hektár szőlő van tavaly óta. A vásárlásnak Lázár János vagyonnyilatkozatában nincs nyoma. A minisztert hiába kérdeztük, hogy ő vette a földet a gyerekeknek, és ha igen, mennyiért, csak sajtófőnöke válaszolt. Azt írta, Lázár János vagyonnyilatkozata nyilvános, a családja bevallása pedig magánügy. A Jobbik szerint azonban egyetlen képviselő vagy állami tisztviselő családjának sem lehet magánügye a vagyona. Itt a Borsod megyei Mádon van szőlője Lázár János gyerekeinek. Az öt külön helyrajzi számon lévő, de egymás mellett fekvő földterület összesen 1,3 hektáros. Az ő nevükön van a szomszédos, több mint 2000 négyzetméteres beépítetlen terület is. A tulajdoni lap szerint a földeken holtig tartó haszonélvezete van Lázár János feleségének. A helyiek szerint errefelé ritkán cserélnek gazdát a szőlőbirtokok. A jó dűlőben, a jó állapotban levő szőlőknek a területe négyzetméterenként 1000 forint. Ez az ára, hát logikusan akkor a gyengébb területeké sokkal olcsóbb, de 600 forint alatt akkor sem lehet szőlőterületet venni. Azt nem lehet tudni, hogy Lázár János gyerekeinek mennyit kellett fizetniük a szőlőért, de az interneten olyan hirdetést is találtunk, ahol egy ennél kisebb birtokot 20 millió forintért árulnak. Lázár János vagyonnyilatkozatában a vásárlásnak nincs semmi nyoma. Kerestük a politikust, hogy megkérdezzük tőle, ő vette a gyerekeinek a szőlőt, és ha igen, akkor pontosan miből. A miniszter azonban nem akart nyilatkozni, korábban nem titkolózott ennyire. 2006-ban például nyilvánosságra hozta felesége és akkor másfél éves fia vagyonnyilatkozatát. Ebből derült ki, hogy gyermeke társ tulajdonosa egy révfülöpi üdülőnek, a bankszámlájára 200 ezer forintot helyeztek el a szülei, és van egy 20 ezer svájci frankos, körülbelül 5 millió forintos előtakarékossága is. 2008-ban a téma ismét szóba került a Hódmezővásárhelyi testületi ülésen. Milyen van a gyereknek? Azt remélem, hogy a Hódmezővásárhelyi lányos anyukák legalább ebből a közérdekű tájékoztatásból érzékelték, hogy 20 év múlva jó parti lehet Lázár János boldizsából, hogyha a kamat és a forint euró árfolyam az jól alakul a következő években. Most azonban Lázár János azt üzente, a családi vagyona magánügy. Sajtófőnöke többször is azt válaszolta, a politikus vagyonnyilatkozata nyilvános, de az, hogy a jövedelmét mire fordítja, különösen, hogy abból mit vásárol a családtagjainak, nem tartozik a nyilvánosságra. Október elején Kósa Lajos lakásügyéről számolt be a Házon kívül című műsor. Kiderült, hogy a Fidesz alelnöke évek óta egy olyan 100 négyzetméteres fővárosi lakásban él, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatában, mert a felesége nevén van. A Jobbik október végén emiatt törvénymódosító javaslatot nyújtott be. Innentől kezdve természetesen, mivel ők nem közszereplők a személyes adatok kitagarásával, de nyilvános legyen a házastárs és a gyermekek vagyonnyilatkozata is, tehát ne történhessen az meg, mert az elmúlt években ugye megtörtént nem is egy esetben, hogy hirtelen, mint most például legutóbb Kósa Lajosnál kiderült, hogy a felesége nevén egy közel 70 milliós ingatlan található. A javaslatról nem sokára tárgyal a parlament illetékes bizottsága. Korábban a Jobbik már nyújtott be egy hasonló javaslatot, akkor nem is szavazhatott róla az országgyűlés, mert a bizottság elvetette.